tudom kihez menjünk oda. Ahhoz a hölgyhöz, aki ott a Jánossal beszélget. Az az anyám, te hülye. Újpesten egy hónapja vagyunk az utcán, szeretnénk megtudni az emberek véleményét, mert hogy van egy csomó dolog, amit mi szeretnénk magunktól, ez egy ilyen 5-10 pont, de azért nyilván van olyan dolog, amit az emberek tudnának megmondani, mit hogy szeretnének, és persze nem szeretnénk az ígérgetésnek a bűnébe esni, de közben meg fontos, hogy mit tartanak prioritásnak. És mivel megvan mind a 14 jelöltünk, ezért most megkérdezzük, hogy mikor szavaznának ránk szívesen. Szia, Nagy Dávid pesti srácok! Te miért szavazol a Kutyapártra? Hát, mert ők az egyetlen olyan párt, akik azt csinálják, amit ígérnek. És jövőre ránk szavazol Újpesten? Én nem újpesti vagyok, de rátok szavazok, igen. Bejelentkeznél anyámhoz, hogy ránk szavaz? Hát figyelj, anyád jó fej? Nagyon jó fej. Kurva jó fej, akkor nyilván. Ön miért szavaz a Kutyapártra? Ez pozitív módon hülyeség. Világos. Nem úgy, mint a többi. Én nem szavazom a Kutyapártra, ki mondta? Meki vagy Szöcskék? Szöcskék. Filozófia vagy madárpókok? Miért pont a Kutyapárt? Miért nem mondjuk a Fidesz vagy a DK? Hát a Fidesz semmiképpen nem, ne vicceljen velem. Bárki, bármilyen ellenzék, aki le tudja váltani ezt a szemét moszkos rohadt bandát. Miért pont a Kutyapárt? Azért, mert szerintem ők azok, akik hiába nem kerültek be a parlamentbe, mégis a legtöbbet teszik az országért. Ők azok, akik önkéntesen is, akiknél tényleg látszik, hogy buszmegállókat újítanak föl, hogy így próbálják szebbé tenni a várost, meg az országot. Én szeretnék sokáig élni, és ez így ecsegtetőnek hangzik az örök élet. Miért pont a Kutyapárt? Hát mert szerintem azok a legszimpatikusabb és a legkomolyabbak. Hát most miért? Hát most a Jakabot meg, mint tudom, ezt a szélhámos bandát, a két, vagy a DK-t, azt a hülye izé, Dobeszkálát. Na, maradjunk egybe. Miért pont a Kutyapárt? Mert ez a legkomolyabban vehető viccpárt Magyarországon. Milyen viccpártok vannak még Magyarországon szerinted? Fidesz, mondjuk KDNP. DK is egész vicces néha amúgy. Milyen érzés, hogy két oldalról kapod a pénzt? Szóval jó, csak még nem jött meg. Mindig csak ígérik. És mikorra lehet számítani, hogy mikor jön meg ez a pénz? Nem tudom, én azt mondtam a Zsoltinak is, meg a Norminak is, hogy ezt még ma megcsinálom, de utána lesz az egészet a f***ba, meg mert ki van a f***om az egészet, hogy ingyen csinálom az egészet. Be lett ígérve két oldalról több millió forint, semmi nincsen b***sz meg. Nagyon sokat voltunk az utcán, mindenki nagyon fáradt, úgyhogy most hazamegyünk, köszönjük, hogy jöttetek. János, milyen a napod? Hogy alakul? A napom jól indult, mert itt volt egy DK-s kommandó, és nagyon hiányoztak már. Itt vannak a mi hazánkosok is, akik miatt hál' Istennek elmentek a DK-sok, úgyhogy nagyon változatos a napunk. Hogy illeszkedik a háttérhatalmi összefüggésekbe a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, János? Szerintem mi nem illeszkedünk ebbe bele, mi egy teljesen saját úton járó egység vagyunk. Köszönjük szépen, hogy ennyien jöttetek, rohadt jó a csapat, jó az idő, kevés a pénz, sziasztok!